Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésemet. Azt még gyorsan elmondanám, hogy a néző kedvéért, hogy a Facebook oldalunkon ugye meghirdettük, kiírtuk, hogy lesz veled interjú, és érkezett nem is láttam. Kérdések. Érkezett pár kérdés, majd akkor ezt is felteszem. Mielőtt a szinkron szerepeidre kitérünk, kezdjük el az elejétől, hogy hogyan kezdtél el szinkronizálni? Jó sokszor megkérdezték ezt, jó sokszor válaszoltam, de akkor hát megpróbálom újra elmesélni. A szinkron egyébként az életemben az, hogyha veszük az egész színészkedést, az csak a legvégén jött. Én maglódi parasz gyerek voltam, vagy vagyok, 10 éves koromig ott nevelkedtem. Eredetileg egyébként én pap szerettem volna lenni, már csak azért is, mert a családban sok görögkatolikus pap van, többek között a nagypapám is görögkatolikus pap volt, meg hát sok-sok rokonom a mai napig ezt a szép hivatást űzi. És felköltöztünk Pestre, Zuglóba, és egy napon unatkoztunk, akkor még csak 2 tévécsatorna volt, szerintem neked, vagy illetve a nézőknek ezt már nehéz elhinni, hogy létezett ilyen idő, amikor 2 tévécsatorna létezett csak, és akkor, ha jól emlékszem, a Kudlik Juli bemondta, hogy szereplőket keresnek, nem tudom milyen tévéfilmhez, és menjenek el minél többen válogatásra. És akkor mi így a cimborákkal, mivel nagyon unatkoztunk, és milyen kicsi a világ, bocsánat, hogy csapongok el, így hajlamos vagyok. Többek között a Crespo Rodrigo is jött erre a válogatásra. És a lényeg, ez volt a Fagylalt Töltsér nélkül című film, 1989-90-ben, ahol egy kis, pont a rendszerváltáskor játszódik ugye ez a történet. Kutvölgyi Erzsébet és jómagam voltam a főszereplő, és hát nagyon jól sikerült bemutatni, nagyon jó korrajz volt. Nagyon sok díjat nyertünk, külföldön is, az operatőr is, Zsike is, jómagam is, Nivo díjat kaptunk, illetve akkor Veszprémbe voltak a tévétalálkozók, egészen 20 éven keresztül, ez a filmszemle, talán most így mondják, hogy valami ilyesmi van, akkor Veszprémhez kötődött ez a országos tévétalálkozó, és annak is egyik fődíját megnyertük, és akkor így úsztunk a boldogságba, hogy egy ilyen jó kis korrajzot sikerült létrehoznunk. És az a klasszikus történet volt, hogy utána egyből hívtak színházba, József Attila színházba, Szilágyi Tiborékkal, Tordai Teriékkel, Isten nyugosztalja Tolnai Micuval, aki nemrég távozott. Jöttek újabb tévés felkérések, családi kör, ez már a gimnáziumi évek voltak. Majd az Arizona színházba próbáltunk egy gyerekdarabot, Felvidéki Judittal, aki a filmnek a rendezője is volt, és ezekben az időkben én felvételiztem ugye a színművészeti főiskolára, akkor még nem volt Kaposváron egyébként színészképzés, de ezt megelőzően többek között a Botkavali stúdiójába, például Berecki Zolival jártam együtt, ahol azért tanultuk a színész mesterség alapjait. Nagyon szép időszak volt. A lényeg, hogy engem mindig a második rostán általában kiejtettek a színművészeti főiskoláról, és akkor ezt ilyen kudarcként éltem meg nyilvánvaló, hogy a kutyafáját, hát ember ott van, csinálja, díjakkal is alá van támasztva, a mindennapokban gyakorolja ezt a szép hivatást, Stankai Istvánnal többek között egy színpadon lehet, Margitai Ágival, ez már a Karinti Színházas időszak volt, és azt nehéz volt akkor feldolgozni. Ugyanakkor pedig azt is tisztán kell látni, hogy maga ez a színipálya olyan, hogy vannak más utak is. Most nem akarom a nagy régieket, Páger Antaltól kezdődően Besenyei Ferencen át emlegetni, akik nem az akadémia vagy a főiskola keresztül jutottak a színipályára. De például a maiak közül is ott van Balsai Móni, aki nem kellett ugye a főiskolára. Ott van mondjuk a Szabó Győző, aki ugye igazából, segíts már nekem, nem grafikus, hanem... Győző, mi vagy, te segíts. Szóval valami képzőművészeti főiskolát végzett, bocsánat, igen. Szóval van más út is, sokkal rögösebb és nehezebb, és akkor már Tordi Gézát, a nemzetszínészét ugye nem is említem, de ez azért fájdalmas dolog volt, nem tagadom. No, de visszatérve az eredeti kérdésedre, a szinkron az meg úgy volt, hogy hát legelőször magamat utolszinkronizáltam a Fagylalt Töltsér nélkül című filmbe. Az is nagyon jó móka volt, de piszak nehéz, egészen más, mint külföldi embert. Ott, televe fura, hogy magadat látod,
egészen más műfaja a hagyományos szinkronon belül. És az Aprics László már akkor is nagy névnek számított a szinkron szakmába. Egyébként most már tanít is, nem főiskola, most már egyetem lett, ugye. És ő látott valamelyik darabba, ha jól emlékszem, akkor a Kakukk tojás című darabba, ahol többek között Cseke Péterrel, Horváth Lajos Ottóval, Németh Kristóffal, Margitai Ágival játszottam együtt, és a Magyar Televízióba lehívott egy moziba, vagy pontosabban felhívott, mert ott fent volt a szinkron stúdió, és a Nagy Valdó Pepper című filmben egy mondatom volt, valami kis csávó ott a vitorla tetején üvölt, hogy vihar, vihar, meneküljetek, valami ilyesmi volt. És akkor tetszett a dolog, de én azt nem is gondoltam akkor, hogy mennyire meghatározó lesz az életemnek. Azonban a mindennapos szinkronizálás, illetve a szakma tényleges megtanulása ugye a gyakorlatban, az pedig Rehorovszky Béla nevéhez fűződik, ő is egy nagy mogul, nagy név a szakmában. A legendás Hűvösvölgyi út 64, ugye, a Pannonia, későbbi Videobox, pont a napokban vagy hetekben jártunk arra a családdal. Nagyon rossz érzés látni, hogy le van pukkanva az épület. És ugye mondjuk el büszkén a nézőknek, hallgatóknak, hogy nagyon kevés olyan épület volt, pláne akkor, ugye, szerintem nem is volt nagyon, ami kimondottan szinkron stúdiónak épült. Tehát nem valamit átalakítottak, vagy valahol kialakítottak, hanem kimondottan szinkron stúdiónak épült. Nagyon megtiszteltetés volt bemenni oda. Kicsit olyan volt, mint a Szabadság térre, a Magyar Televízió épületébe bemenni. Olyan bizsergető volt meg. Jó dolog, hogy részese lehettem ennek egyébként, ezek nagy dolgok. És akkor ténylegesen úgy történt, hogy azért voltak közben is ilyen kisebb televíziós felkérések, az is működött, ment a színház is párhuzamosan, és akkor a szinkron egyre jobban kezdett az életem részévé válni. Hát csodálatos időszak volt az is, tehát, hogy a mai napig, hogyha megyek fel a Hűvösvölgyi úton, akkor olyan, hogy előjönnek az élmények, és hát gyakorlatilag az embert, ahogy megismerték az összes rendezővel, akár Mohácsi Emillel többek között, ugye egy olyan stúdióban vagyunk, ahol valahol ugye valamikor ő is dolgozott, de a szellemisége most is átjárja ennek a stúdiónak is a légkörét. És igen, közben megvakarom az orrom, mert bosszus leszek. Ez az időszak, amikor még nem használtunk fülhallgatót például a szinkronnak egy ilyen technikai részéről. Nagyon pici részekre volt felosztva, de szerintem ezt nagyon sok kollega már elmesélte. És 4-5 / 10 mondatot képzeljünk el. Hatalmas vászon, megnézted a figurát, nagyon jó szövegek voltak, igazi dramaturgok voltak, és rápróbáltad egyszer, kétszer, akár háromszor, négyszer is, és utána együtt éltél, és nézted a szemét. Ugye azt kevesen tudják, hogy a szinkronban nem csak a száját nézed, nem nagy szavak, hanem a szemét is. Pláne, hogyha jó a színész, akkor azzal tudsz együtt élni. És attól lesz olyan, hogy el is felejted, hogy az szinkronizált. Fel se tűnik, mert együtt élsz vele. Persze ez kell jó szöveg, kell jó rendező, kell jó hangmérnök. És akkor így működött. Ugyan eleve nem digitális technika volt, ez a klasszikus kis filmet vagy szalagot befűzték, ugye innen jön a tekercs elnevezés is, és hogy mindenre volt idő. Szóval abban az időben, persze nem is volt 108 magyar nyelvű tévécsatorna, de ilyen, hogy rossz vagy necces magyarosítás nem is készült, nem is készülhetett. Eleve ott kezdődik, hogyha a szöveg rossz lett volna, akkor a szinkronforgatás el se kezdődik, hanem visszaküldik. Az egy nagyon-nagyon jó időszak volt. Pláne én akkor ugye nem is élhettem még, de hogyha még visszamegyünk pár évtizedet, akkor még inkább mindenre volt idő. Szerinted régen jobb alakításokat is lehetett nyújtani? Tehát most ugye nagyon a fülesre támaszkodtok, míg régen... Egyszerű példát mondok, a tévedés lehetőségét fenntartva. Maga a filmezés is annyira megváltozott, hogy nagyon nehéz eldönteni valakiről, hogy jó színésze.
mindjárt megvilágítom. Nekem egyik kedvenc filmem az Ötödik pecsét. Sánta Ferencnek, ugye. Könyvbe is nagyon erős, és a Fábri rendezésébe, ugye a filmbe is. Na most ott kérem szépen, maga a színészek szájában olyan hosszú dialógusokat adtak, sokszor szinte vágás nélkül 10-20-30-40 másodpercek, vagy akár egy percek telnek el, ahol kiderül, hogy nyilvánvaló Dégi István jó színész volt, a Latinovic jó színész volt, a Horváth Sanyi bácsi jó, és akkor lehetne sorolni. Most például a gyerekeim pár éve rákaptak erre a Alkonyat, nem trilógia, mert abból annyi rész van, de akkor trilógia volt szerintem. És ott volt ez a Segíts nekem, Robert Pattinson, van ilyen, igen, ugye? Igen. Igen. Na most nála jutott eszembe az, amikor néztem a kis családommal, nem tudom eldönteni, most, és bocsásson meg, hogyha ezt valamikor eljutatják hozzá, hogy jó színész vagy sem, de nem az ő hibájából. Olyan gyors vágások vannak, egy-egy mondatot elmond, és már a vágást ugye megcsinálják. Ilyen nagyon videóklipszerű az egész. És ezáltal a mostani színészeknek, tisztelet a kivételnek, nagyon nehéz eldönteni, mert némi túlzással azt kell, hogy mondjam, hogy 3-4 mondatot mindenkinek a szájába tudok úgy adni, hogy ez hiteles legyen, majd gyors vágással egy újabb képi világot indítok el. Magyarul, válaszolva a kérdésedre, most is vannak jó alakítások, akkor is voltak, de az egész filmvilág is nagyon megváltozott, és ez komplex kell ugye nézni, hogy olyan dömping lett, hát most megint ilyen, én 40 éves múltam nemrég, ez kicsit úgy, nem az, hogy megviselt, mert ez nem jó szó, de hogy átértékeli az ember a kis életét, az már nem fiatalna, most lehet itt kedveskednek, hogy milyen kölykös pofán van, pláne, hogyha megborotválkozom, és ma borotválkoztam. Ha megváltozik a világ, így eszembe jut, hogy mit tudom, kamaszkoromban kijött egy pattanás, most pár napja például a homlokomon, akkor azt hittem, itt a világ vége, de szó szerint. Tudod? És akkor, mit tudom, most két napja kijött egy pattanás, és jaj, de jó, már élek. Tehát, hogy ez azt jelenti, változnak így a dolgok. Igen, akkor világvégeként éltem meg. A mi időnkben keddenként volt a sorozat. Tehát a Skarlátbetű, az Izaura, az Onidin család, a nem tudom micsoda. A keddi nap ez olyan volt, mint most túlozni fogok persze, mint vasárnap, aki járt templomba. Szóval az úgy olyan, akkor a család összejött, mert volt egy. És akkor azt mindenki arról beszélt. Na most egy kicsit mindennel így van, hogyha egy ruhaboltba is bemész, és van 4 fajta ing, akkor azt jobban megbecsülöd, mint a 152 fajta van. És szerintem ilyen egyszerű a történet ebben a szegmensben is, hogy a világ felgyorsult, és most is vannak szuper alakítások, jó alakítások, de olyan töményen kapjuk ezt, bocsánat, megint csapongok, hát amikor Maglódon laktunk, akkor volt még ilyen, hogy Leo jégkrém. Neked ez már semmit nem mond szerintem. De igen. Na, akkor te sem vagy fiatal, jó van. Leo jégkrém, és hát az 5 forint volt például. És akkor Coca-Colát inni a Maca Espresso-ba, így hívták. Hát akkor most olyan vicces kimondani, hogy Maca Espresso. És Coca-Colát ihattál, érted? És az egy, mint egy narkó, vagy én nem tudom, soha nem narkóztam, de olyan lehet. De amikor már minden nap vehettél mondjuk Coca-Colát, akkor nem adta azt az érzetet, vagy azt a boldogságot. Tehát kicsit itt is az van egyébként. Ami a fontos, hogy a mi feladatunk azért az, most közösen a szakmáról gondolom ezt, hogy tényleg minőségi magyarosítást kiadnia, nem a kezünkből, hanem a torkunkból, de akár a kezünkből is, mert a dramaturg ugye, hogy úgy írja meg a szöveget. Egy nagyon jó kis csapatmunka. És örülök, hogy ennek részese lehetek. És mi a véleményed arról, nem tudom, hogy szoktál olvasni így az interneten szinkront ért kritikákat? Figyelj, én nem, így direktben nem olvasok ilyeneket, bevallom neked. A szinkront ért kritikákról amennyi információ jutott hozzám, az esetek többségében a fordításokkal van a probléma. Tehát ez akkor is jelen lenne, hogyha mondjuk felirattal néznéd a filmeket. Mert rosszul van magyarosítva. Természetesen egy rossz alapanyagból, hát nem könnyű dolgozni, ugye? Főzési analógia, nyilvánvaló, hogyha az a paradicsom nem olyan paradicsom, ha a paprika nem friss, és akkor abból nem lehet jó lecsót csinálni, mondjuk. De mégis hinni akarom azt, pont mostanában volt egy felmérés, és csak azért tudom, mert pont ennek kapcsán egy napilapnak nyilatkoztam, hogy azért a magyar nézők 78, majdnem 80%-a még mindig ragaszkodik
és magyar nyelven szeretné a filmeket. Magyarul, mivel még egyszer mondom, ezeket a kritikákat én most nem tudom konkrétan, miről van szó, csak konkrét esettel tudnék ugye foglalkozni. Lehet, hogy egy részük jogos, abszolút. Egyenként meg kéne vizsgálni. Természetesen, megint a beszélgetés elejére visszakanyarodva, ilyen mennyiségű csatornát úgymond kiszolgálni, ilyen rövid idő alatt, persze, hogy belecsúsznak gyengé produkciók is. Hát, és mondjuk meg őszintén, önmagában az eredeti produkció között is nagyon sok gyenge van. Ez így igaz, és sokszor javítani is kell a színészek játékát. Igen, ilyen is van. Most nyilvánvalóan ez is persze azért szubjektív. Szubjektív. A másik dolog pedig, ami még elő szokott jönni így a szinkron kapcsán, ugye ez a nyelvtanulás, meg nem tudom mi. Hát persze, most cinikus leszek, a holnaptól csak kínaiul menne minden, meg a rádiók is, meg a újság is, meg minden. Természetesen 10 év múlva itt a legtöbb ember beszélne kínaiul. Persze. Ez most cinikus megjegyzés volt. Ugyanakkor pontosan látom a gyermekeimen, illetve aki 90 után született, inkább 95 után, hogy a technika adta lehetőségek, és az oktatás színvonala olyan szinten van, hogy az én gyerekeim a saját szintjükön már bírják az angolt. Tehát nem igaz az összefüggés, hogy azért nem beszélnek, mert magyar nyelven adták. Hát nem hiába mondják, hogy az anyanyelv, tehát hogy azért, ha csak nem élsz valahol kint, egyébként én most is angolt tanulok, tehát hiába ember 40 éves, van egy nagyon jó kis program, a Duolingo. Igen, ismerem azt a programozást. Igen. És na, látod például ez a program is, hogy ha lett volna ilyen a mi időnkben, hát ez annyira jól fel van építve, ez annyira szisztematikus, hogy ezzel tényleg meg fogsz tanulni nyelveket. De milyen érdekes tanulás, mennyire fontos nekem, volt vagy van egy másik szegmense is az életemnek, hogy én a Zsigmond Király Főiskolán államvizsgáztam jó pár éve. Egyébként a szakdolgozatom az a címe a élethosszig tartó tanulás fontossága a magyar színművészek életében. Jó kis utazás volt. És ott a felnőtt képzési szakon államvizsgáztam 5-ösre. És milyen érdekes, hogy a egykori tanárom, professzorom Jászberényi Józseffel nagyon jó barátság alakult ki, és többek között Fótra szervezek ilyen senior akadémiákat, az 50 plusztasokat próbáljuk kiszolgálni, és nagyon izgalmas, tartalmas előadások vannak, és akkor ezek a 50 plusztasok, majdnem szépkorúakat mondtam, de hülyeség, hát a 50 plusztas az még nem szépkorú, meg 10 év múlva én is annyi leszek, hogy nagyon jó látni, hogy eljönnek arra az egyórás előadásra. Ebben minden van, tehát van egészségmegőrzés, van szexualitás 60 felett például, geopolitikai bemutató, akár a aktuál iszlám kontra nem iszlám helyzet, felkészült oktatók jönnek. És büszke vagyok, hogy például ezekre a ingyenesen látogatható előadásokra, ugye én Fóton élek most már, édestúlva 12 éve, hogy az a kis 35-40 ember az 2 hetente hétfőnként mindig eljön a művelődési házba. De ez ilyen kitérő, tehát ez ilyen karitatív módon működik, mint ahogy én például Fóton a helyi önkormányzatnak egyik bizottságának egy külső bizottsági tagságával is rendelkezem. Hát jó sok munka van azzal is egyébként, de helyi kis kulturális dolgokért, meg rendezvényekért hát szeretnék is, meg tudok is tenni. Szeretem ezt is, csak azért sok időmet elveszi. Én nagyon bízom benne, hogy nekem ugye a színház az háttérbe szorult, de hát nagyon bízom benne, hogy ez egy átmeneti állapot, és újra lesznek például színpadi szerepek is. Hogy jó lenne például, hát hogy ne lenne jó forgatni kicsit vissza ugye a gyökerekhez, a nagyképűen ilyet mondhatok, annak egy olyan varázsa van a forgatásoknak. Például mit tudom én, egy abszolút ilyen kis TV2-s magánnyomozók epizódot forgattunk tavaly, ugye maga a műfaj sem egy olyan megbecsül, de még az is nagyon jó volt ez a 3 nap. Szóval az is egy teljesen másfajta játékot igényel, másfajta felkészülést igényel, és jó dolog így a kamerák előtt egyébként bohóckodni. Jó, valaki nem szereti, tehát valaki meg ugye kiveri a víz, meg rosszul lesz tőle, meg nem tudom mi. Tehát akkor szívesen kipróbálnád magad mondjuk mozifilmekben is. Abszolút, persze, hogyne. Hát. És aki azt mondja, hogy nem, az hazudik, hát persze. Egyébként milyen érdekes, hogy ilyen szempontból is a szinkron, azért milyen csoda dolog,
ugye kezdve mondjuk a rajzfilmektől kezdődően, a sok-sok sorozaton, filmeken keresztül mennyi szerepben kipróbálhatod magad. Az egy nagyon kevés filmszínésznek, akkor így mondom, adatik meg, hogy például ilyen nagyon széles palettán mozogjon. Nyilvánvalóan Danny DeVito például nem fog kosarast játszani. Csak most mondtam valamit, és ehhez képest a szinkronban csoda dolog, hogy lehetsz kismaci, lehetsz, mit tudom én, sáska, most pont van egy rajzfilm sorozat, mindenféle kis hülye hangot kiprób, vagy maci lehetsz, van egy nagyon jó kis maci sorozat, például egy jegesmedve, és lehetsz nagy darab kosaras, vagy elmebeteg gyilkos, vagy hőszerelmes, tehát hogy azért ez a műfaj sokkal több dolgot megenged, és ez tök jó dolog. Szeretem. Vagy akár, amit itt csinálunk a hosszú-hosszú évek óta nyerserőnek a kommentátora, ugye Michael Cole. Ez is érdekes dolog, itt a Balázzsal szoktunk beszélgetni, hogy legalábbis nálam, ami olyan munkák, amit sok-sok éven keresztül csinálsz, azok hozzád nőnek. Tehát olyan, mint egy családtag, tudod? És egyszer mindennek ugye vége lesz, és amikor ilyen hosszabb sorozatot befejezünk, vagy nem vesznek már több évadot belőle, akkor kicsit a lelkemnek egy része meghal. Olyan rossz, na, fú. És a nyerserőt, vagy a pankrációt, mint műfaj, mennyire ismerted? Semmennyire nem ismertem. Hát ugye a Hulk Hogan, jól mondom, ugye? A klasszikus pankrátort ismerte mindenki, talán még a rendszerváltás előtt is, vagy a 90-es évek környékén. Egy-egy ilyen kalóz VHS, ugye, videómagnók voltak abban az időben, akkor eljutott így a Hulk Hogan, meg hogy sok filmben szerepelt, de maga a műfaját nem ismertem. Honnan ismertem volna? Itthon nem is nagyon közvetítették, vagy közvetítik. És milyen érdekes, hogy vannak ezek a speciális magatartásmódosító, és hozzá lehetne sorolni. Elején még borzasztóan nem árt rá az ember nyelve ezekre a úgymond szak kommentátori kifejezésekre. És most meg olyan természetes, tehát amikor ugye ebben a stúdióban készül, az aktív stúdióban, és most már nekem ezek olyan természetesek. Ez egy színház, egy mozgásszínház. És ami a fantasztikus, hogy például sokan mondják, hogy na, a hülye amerikaiak, hogy hát tudják, hogy ez kamu, és mégis ott törjöngenek több tízezren. Nem baj ez szerintem. Tehát pontosan tudják, hogy most a Big Show az nem térdel bele a Triple H-nek a fejébe, de az úgy van megcsinálva, hogy ott azt elhiszik. Mint ahogy a klasszikus kőszínházba is érted, a Rómeó és Júlia, hát jobb esetben ugye nem mérgezi meg magát igazából, és de mégis mindenki elhiszi, hogy ott az megtörtént. Nagyon csípem azt is. De jönnek így a gondolatok, hogy én imádtam a Extreme Makeover Home Edition, menjen a busz. Tehát ahányszor kellett nekem üvölteni, menjen a busz, még a mai napig éri, hogy Ty Pennington, ugye, aki mindig így fent beszélt, és gyerünk, csináljuk meg, menjen a busz! És akkor olyan boldog voltam, hogy egyik ilyen nagy áruháznak a boltjára ki volt írva, úgy volt a kiárusítás meghirdetve, ruhaüzlet volt ráadásul, hogy menjen a busz. És akkor kicsit akkor úgy éreztem, hogy hát ez olyan, mint a Müszi a mi időnkben, hogy ilyen szállóigévé vált, és akkor, hogy ez az én tolmácsolásomba szólalhatott meg, ez tök jó, nagyon jó érzés. De hát nekem a szívemhez nő például a Joshua Jackson, ugye a Dawson és a haverok óta. Vele együtt nőttem fel. Most pont megnéztük a One Week című filmjét, kevésbé ismert, ugye az Egy Hét, ami rákos tanáról szól, és megtudja, hogy egy hete van hátra, vagy pár hete, és akkor keresi a madácsi kérdésre a választ, ugye ő is, és nagyon szívbe markoló. Most fejeztük be a Fringe rejté sorozatot is a elmúlt hetekben, hónapokban. Az is, tehát maga a figura is nagyon hozzá tud nőni az emberhez. De rengeteg ilyen a rajzfilmeknél is, tehát tegnap például, ugye most őszi szünet van. Ilyen nem is volt a mi időnkben, hogy őszi szünet. Tehát ez is egy őrület. Mi az, hogy őszi szünet? Hát a mi időnkben volt a karácsonykor, ugye téli szünet, tavaszi, de hát az ilyen bohóckodás volt, meg volt a nyári. Mi az, hogy őszi szünet, meg síszünet. Na mindegy, el kell fogadni, hogy change is world. Na. Igen, szóval azt szerettem volna rajzfilmek, vagy valami ilyesmiről, segíts nekem, mindig elkalandozom. Igen, rajzfilmekbe kezdtél bele. Mennyire állnak közel hozzád a mesék? Nagyon. Hát volt időszak, amikor szinte csak rajzfilmet szinkronizáltam. Hát az nem tudtam már normális hangon megszólalni. Hát, érted, nyuszi, hát így beszél, és akkor mit tett, hozzad a figurákat, és... Én imádom. Aztán megint korszakok vannak. Egy időben nagyon sok fekasrácot csináltam.
Tehát, hogy mit tudom én, még a múlt évezredben a kaliforniai álom, Tony Vicks dobosától kezdődően sok-sok egyedi filmben. Ugye régebben, ez is érdekes, alig volt sorozat, és csak filmek voltak. Hát most meg szinte az van, hogy csak sorozatok, és alig van film, ez is ugye megfordult. Utóbbi időben például, mostanában pont megint van egy-két rajzfilm, de olyan jelentős szerepet nem töltenek be az életemben. Magyarul annyira sok rajzfilmet én most nem csinálok. Vagy az is lehetséges, látod, most így gondolkodom, hogy annyira felgyorsult, címet ne kérdezz, mert azt nem tudom már, de egy pont egy kisegér vagyok. Most vagy repülő, most nem tudom, keverem a kettőt. Mindjárt megérted, hogy mit akarok kihozni ebből, hogy egyszerre veszünk fel nagyon sok részt. Ahol pont kisegér vagyok, ott a Hafner Ancsával vagyunk ketten, de most azt is külön veszik, mindegy, és mivel a digitális technika lehetővé teszi, egyszerre fölveszel, az lehet, hogy egy napos munka, de utána az meg se jegyzett szinte, mert lehet, hogy az egy nap alatt a te részedet úgy felvették, hogy utána az több hónapig megy adásba. De régebben nem így volt, hanem azt mondtam, hogy egyszerre max. 2-3 részt vettünk föl, mondjuk a Franklin, a kisteknős, vagy a Rupert Maci kalandjai, vagy hosszan lehetne sorolni, akkor tudtam, hogy kedden 8-tól 1-ig, kicsit akkor ilyen emberléptékűbb időszámítás volt a felvételekre, akkor azt forgatjuk a szinkronba, azt vesszük föl. Na de ez hosszú heteken, hónapon keresztül ment. Tehát oda akarok csak kiukadni, amikor mondtam, hogy most nem játszik szerepet a rajzfilm az életemben, mert nem igaz, mert most, hogy jár, hogy csináljuk a bocsáskát, nem tudom a címüket, bocsánat. Sőt, valamikor megrémültem, idézőjelbe, hogy a egyik ilyen gyerek csatornán egy olyan rajzfilm ment, ott is valami szöcske voltam, én nem tudom micsoda, én nem emlékeztem rá. És nem kicsi volt a szerep, egy ilyen gonosz szöcske, vagy sáska, vagy nem tudom mi, és rémület volt, hogy mondom, a megver se tudom megmondani. Hogy hol csináltuk, mikor, és nem egy avit, nem egy régi rajzfilm volt ez. Úgyhogy a rajzfilmeket is szeretem, igen. Úgy tudom, hogy Franklin a kedvenced. Hát ugye a Franklin az aranyos hangon, és sokszor kellett így is beszélni, sziasztok, az azért nőtt hozzám, mert olyan hosszú ideig csináltuk, és remélem, hogy most is fogjuk majd csinálni a rajzolnak újat, és annyi generáció nőtt fel rajta, hogy hát hogy a fenébe ne szeretném. Hát eleve tök jó dolog. Ilyen kicuki hangon beszélni, több órán keresztül, gyere menjünk. Ugye ez is úgy született, ezt is már több helyen elmondtam, hogy a négyen vagyunk testvérek, és én a anyukám pocakjában voltam, és akkor a Péter bátyámat azt föltették a vonatra, vagy mi szálltunk fel a vonatra, ez most indiferens, és akkor, ugye 2 éves volt a bátyám, és akkor ő szólalt meg ilyen hangon 2 évesen, hogy mama, ne menj el, gyere vissza. És annyit mesélték ezt a családba, hogy maga ez a kis pici 2 éves, ő így beszélt, és akkor megláttam a Franklint, bár az eredeti, lehet, hogy német szinkronnal kaptunk, most ezen gondolkodok, vagy de nem volt ilyen bájos, tehát akinek van módja, az át tud kapcsolni a DVD-n, vagy más csatornán megnézni. És a Mihály Falvim is engedte, hogy ezt a kis cuki teknős cute turtle, ugye, hogy tanuljuk az angolt. Szóval, hogy ezt hozzuk. És nagyon szerettem, igen. Azt, hogy most ez a kedvenc, ez így, hát lehet, hogy igaz, de sok-sok-sok kedvenc van. Hát én például meglepődök, hogy ugye tegnap is, ugye őszi szünet, ja igen, megint elcsatangoltam, hogy, és akkor a gyerekeimnek voltak ott unokatesó, meg barátok, osztálytársak, és akkor kérdezik, hogy apa, te ki vagy a vámpírnaplókba? És hirtelen így, mi az a vámpírnaplók, gyereke? És akkor megnéztem, ugye, okostelefont használva, hogy ja, hát abban én vagyok az Alarika történelem tanár. És a mikroszinkronba vettük, és tök jó. És akkor tényleg te voltál a H2O-ban az én is? Mi? Ja, igen, én vagy, tudod? Tehát, hogyha így magamtól kéne ezt mondani, eszembe se jutnának ezek még sikersorozatok voltak, vagy azok is a mai napig. De csomószor ugye van olyan, hogy utólag jut eszembe, hogy egy másik interjún valahogy szóba jöttek a kórházas sorozatok.
És úgy mondom is, hogy magamból, hogy milyen kár, hogy én nem tudtam felsorolni. Hát dehogy nem, a Grace Klinika például. Igen, 8 évad. Igen. Mondjuk meghalt a figurám az 5. évadban, vagy a 6. Hatodikban. Hatodikban. De mondom, a kutyafáj, hát van olyan. Vagy voltam én a vészhelyzetben is a vége fele. Meg a klinikában. A klinikában is voltam? Abban is. Igen? De hát akkor kölyögója voltam még. Volt egy új klinika. Igen? Ugye lehet. A Dallasban voltam pincér, azt tudom. Tehát arra nagyon büszke voltam, és ez a megtisztelő feladat volt. Szóval az évtizedek, szörnyű ezt kimondani, évtizedek alatt, viszket az órom, bosszus leszek, szóval nem fikázok, hogyha valakit azt hinné a felvételbe. Szóval a hosszú-hosszú évek alatt annyira sok munka, vagy alkotás van az ember háta mögött, hogy néha tényleg így fú, megrémülök, hogy jó értelemben, hogy ennyi mindent csinálhattam, vagy csinálok. Tök jó érzés. Érdekes, hogy mondtad a vámpír naplókat, mert előtte megkérdezem, hogy mennyire ragaszkodsz ahhoz, hogyha szinkronizálsz egy sorozatban egy színészt, hogy utána te legyél az ő állandó hangja. Hát, ugye mi exhibicionisták. Hát figyelj, ugye tudom, mire gondolsz. Tehát a főszereplő srác, akit Szabó Máté szólaltat meg, előtte most nem csak a Loston, nagyon sok egyedi filmjébe, most konkrétumokat nem tudnék, mert filmcímekkel hadilábon állok. Az Ian, hogy hívják? Ian Sommerhald? Igen, igen. Igen, 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 én nem mertem így kiejteni. Szóval én ugye őt csináltam a Máté korszak előtt. De hát változik a világ, és lehetséges, hogy azért én is azért, hát hogy is mondjam, eltelnek az évek, és már lehet, hogy valaki más lát bele. Annál például nem bántott. Tehát elején fura volt, mert megszoktam ugye a srácot, és akkor elején rá akartam volna beszélni. Én azt gondolom, hogy a... Elnézést, csak nagyon fizket az óra, mert tényleg bosszus lesz. Szóval azért azt gondolom, hogy persze elfogadom azt is, hogy különböző filmekben lehet különböző karaktert ráosztani ugye ugyanarra a figurára. Én ilyen szempontból konzervatív vagyok, én a klasszikus, mit minden éve két kanál, a Láng Dodi, vagy a Sztankai Pista bácsi, Isten nyugosztalja, vagy a James Bondnál ugye a Kautsky Armand. Igen. Szóval én azt őt szoktam meg. Hát, alapjában véve azért hogyha egy hangot megszoktál, egy figurához, akkor a legtöbb néző ragaszkodik hozzá. De a világ megy tovább, tehát azért én nem akarom túl misztifikálni ezt, hogy most akkor ha valaki más csinálja, hú, akkor az rossz, és azt fú, és azt fikázni kell, és akkor nem. És a rossz téged mennyire ragadott meg? Meghaltam az első évadban. Hát iszonyú jó sorozat volt, elindult, nagyon izgalmas, és kiszállt a figurán. Tehát hát, szóval meghalasztották, így mondják ezt. De hát nekem előttem, hogy Balázsi Gyuszi például, Isten nyugosztalja, tehát igen. Így azért nekem nagyon bennem vannak azok a kollégák, akik már nincsenek köztünk, és olyan szeretettel és tisztelettel gondolok a mai napig rájuk, hogy ismerettem. Róka Janna Mária. Itt lakott innen nem messze, együtt lovagoltunk például, jártunk ki Zsámbékra. Csoda csajci volt. És akkor most mondhatnám a Hankó Attilától kezdődően, Dobránszki Zoli bácsi, Vizi Gyuri, és nem akarok senkit kihagyni, ugye? Gruber Hugo is, Haas van der Péter is, ugye, nemrég ment el. Szóval sajnos fogyatkozunk, igen. Lehet, igen, az utánpótlás is, akik azért néha vannak gondok. Még az animációs filmekre egy kicsit visszatérve. Térjünk vissza. Volt ugye a Rupert Maci régen, és most meg van a Medvetesók. Igen, azt most kezdtük el, igen. Igen, a Cartoon Network. Igen. És gyakorlatilag akkor visszatértél a kezdetekhez, mondhatni. Hát, igen. Csak már ez valamikor ki is, van. Milyen érdekes, ki is írtam valamikor, hogy nekem is eszembe jutott, hogy ugye a Rupert Muci, szóval a Rupert Maci, az, én úgy tudom, hogy a briteknél, az angoloknál kicsit olyan, mint nálunk a vízipók, csodapók mondjuk, vagy a... És hát azt is már jó 20 éve csináltam, annak is van egy újabb verziója egyébként, amit kicsit ilyen 3D-sebb, ott már nem én csináltam a Rupert Macit. De ott például megtörtént, azt hiszem, az, hogy a castingot akartak. És akkor
nem tudom pontosan, hogy zajlott már, de egy olyan korszakomban voltam, hogyha az a 80 rész nem elég, amit megcsináltunk, vagy 100 rész, akkor köszönöm szépen, én nem megyek castingra. Valami ilyesmi rémlik, de ez is régen volt. A medvetesók, ez a igen. Magyar címe? A medvetesóknál ugye, hát pedig az egy specifikus dolog, mert aki tudja, miről van szó, ott van a jegesmedve, aki általában ilyen hosszú-hosszú mondatokat mond, mint hogy jegesmedve szereti ezt, jegesmedve elmegy innen, jegesmedve leül. Ezáltal nagyon bájos a sorozatban, de hát legyünk őszinték, hogy maga a színészi része, hát hogy is mondjam, nem nagy kihívásokat tartogat, viszont a Varga Gabi meg a Szabó Máté, ők lubickolnak a másik két medve szerepébe. De nagyon édes az, nagyon sokat nevettünk azon a... Pont holnap fogom csinálni. Hú, akkor ez még forog. Igen. Hát most kezdtük el? Hogy nem? De erre is volt casting például, milyen érdekes. Hogy de nem is tudom már valamikor nyáron. Azt hittem már így megcsinálták mással. És akkor most mondták, hogy hát téged választottak. Na hát már a Cartoon Network is castingot kér. Igen, igen. Valami volt. Úgy emlékszem. És itt is, mint a mozis castingoknál, ugyanúgy a hangsúlyok alapján, tehát a hangsúlyokat kell lekövetnetek? Vagy itt szabadabb játékot? Na volt ilyen, és nem tegyük ezt is tisztába. Nyilvánvaló, hogyha most konkrétan az angol hangsúlyokat a magyarral, vagy bármilyen más nyelvvel hát összhangba hozni, vagy úgy kérni, hogy úgy mond az balgaság. Hát valamelyik nyelvben ugye elő van a hangsúly, valahol a végén, tehát ilyen így nem is volt. Tehát azért az sem teljesen igaz már, az is egy... Volt ilyen is, hogy casting, és akinek a legjobban hasonlított. De azért egyre inkább afele megy a világ itt is, hogy igenis azért a magyar szakemberekre hagyatkozva ugye egybe kell nézni egy figurát. Tehát lehet, hogy a hangszíne, a hangtónus az nem pont olyan, mint az eredeti, nem tudom, Macinak, most mondtam valamit, de pontosan a magyar szakember tudja, az adott színész, az adott hang, az komplex úgy tudja megcsinálni, hogy az fogyasztható, minőség és élvezetes lesz. És sok esetben azért a külföldi megrendelők nagyon helyesen, ugye hát ők nem ismerik a helyi specifikus dolgokat, és sok esetben, tehát nem csak az dönt, hogy a legközelebb van a hangod az eredeti színészhez, hanem komplex nézik. Milyen emlékeid vannak a Hey Arnold-dal kapcsolatban? Hey Arnold? Hú, hát ugye Molnár Levi eszembe jut. Somló Andi. Dobai Brigi például, aki akkor még asszisztens volt. Hát figyelj, a Hey Arnold, most látod, eszembe nem jutott volna. Te most kicsit zavarba is hoztál. Na, a fekás korszak, ugye? Mondtam igen, neked. A Gerard itt, persze, hogy ne. Hát, rengeteg részt csináltunk abból is. Na, nem is tudom, milyen hangon beszéltem, de valami figurát kellett hozni. Olyan, tudom, valami jó volt. Iszonyú régen volt. Hát most, amiről beszélünk, szerintem ez egy 20 közel 20 év. Rémisztő ki mondani. Hát én 20-nak érzem magam, érted? De hogy lehet, hogy 20 éve csináltuk? Fú, na, ez borzasztó egyébként. Nagyon szerettük, nagyon jó hangulatú, kis Kránic junior volt a hangmérnök, tehát így most beugranak. A régi Pannóniába kezdtük el, aztán több helyen vettük így a szinkronját. Hát az is tök jó volt. Nagyon jó csapat volt. És a stábot együtt mondtátok a Leventével. Igen, na igen. Hát erre sem, most így mondod, igen, de ha így magamtól eszembe nem jutott volna. De ez az a korszak volt, amikor szerintem a fecsegő-tipegőket is csináltuk. Igen, igen. Ugye? Akkor volt az is. Igen, hát hogy... Hát azt is szerettük, igen, de hát... Meg szintén nagyon régi volt a Bolygó kapitánya. Hát az is klasszikus, igen. Te voltál a dél-amerikai csávó. Igen. Tűz, víz. Igen. Igen. Igen, az is. Nagyon jó, hogy ezt mondod. Hát sőt, a Bolygó kapitánya, azt kell, hogy mondjam, hogy ugye volt ez a, amit meséltem neked, hogy régebben csak filmek voltak és sorozat alig, az akkor azért volt nagy kunszt, mert sorozat volt. Tehát hosszú-hosszú heteken, hónapokon keresztül csináltuk. Érdekes, és szerettük azt is, igen. Ott még tudtál a kollégáidra is dolgozni. Abszolút mondanom. Együtt voltunk. Tehát emlékszem, hogy a Kassai Karcsi, Balog Erika, azt hiszem, a Császár Angélát vették külön egyedül, mert ő volt az anya, a föld
tehát a központi figura, aki az anyaföld, vagy nem is tudom már, de persze. Más volt a technika is akkor természetesen. Azért vannak ugye olyan előnyök, hogy valamikor nagyon jó párban lenni. Például az említett, nemrég befejezett rejtésorozatnál Pikari Gerdával, vagy a Vég Petivel, vagy senkit persze nem akarok kihetni, csak ők voltak a főszereplők. Annál például adott valamit, töbletet, hogy jó együtt lenni. Aztán van olyan, ahol megkövetelik, úgymond, hogy a keverés véget, és hogy mindenki külön sávon szóljon. Az Endi a vagány. Endi a vagány. De az Endi a vagány, hát pont voltam egy családi esküvőn, mi nagy család vagyunk, a szűk család az egy ilyen 120-150 ember, kis esztár család összejön, és akkor milyen érdekes, egykori babák most már ügyvédek, jogászok, unokatestvérem gyerekeire gondolok, és pont mondták, hogy ők azon nőttek fel, az Endi a vagányon, például. Hát az egy jó pofa volt. De hát ugye ott is már ugye a kis csintalan Endi a vagány, aki mindig a csínyeken töri a fejét. Hát az már a korunk világát mutatja. Az nem egy Franklin, nem egy Rupert Maci. Az is meghatározó volt, és meg ott énekelhettem a főcímdal például. Ilyen volt a Tabaluga is. Igen, igen. Na például azt is újra csinálták most valahova, barát, és ha már kérdezted, ott szerintem nem is tudták, hogy mi ezt csináltuk. Az kicsit tud fájni az embernek, mert abból is sok-sok évadot mi megcsináltunk. Igen, nemrég csinálták. Az pont egyébként ez a Franklin körüli korszakban csináltuk azt is. 2000-es évek elején. Valahogy úgy, igen. Akkor kezdtük a Smallville-t is például. Igen. Ha már a Lex Luthor, Zákányi Balázsékkal, az is nagyon hozzám nőtt, azt is nagyon hosszú-hosszú évekig csináltuk, abban volt szegény Selemeci Roland is, beszélgettünk ugye így a elment kollégákról. Azt is nagyon jó volt csinálni. Amikor csináljátok a sorozatot, annak idején volt is egy rajongói oldal, aminek a fórumában emlékszem, hogy be is írt, hárman igen. Írtatok. Hármatokra emlékszem, Markovics Tamásra, Sánta Anna Máriára és rád. Igen. És időnként válaszoltatok a rajongók kérdésére. Igen, mert ugye Smallville az abban az időben egy nagyon nézett, nagyon népszerű sorozat volt, és hát nyilvánvaló, hogy embernek picit azért úgy tagad a büszkesége, amikor, ha jól emlékszem, volt egy ilyen, nem exkluzív, de egy felmérés, hogy kipasszol legjobban a hangjához, és akkor ez a Smallville akkori rajongó tábor, az a Lex Luthor, alias Sesták Szabolcsot hozta ki elsőként. És ez akkor annyira jól esett nekem, hogy hát mindenkinek jól esne, hogy erre felbuzdulva is, amikor engem megkerestek, akkor én mindig tisztelettel és alázattal is, és válaszoltam, és beszélgettünk, igen, nagyon sokáig. Még ez az oldal létezik például, vagy? Azt nem tudom, annak nem néztem utána. Aha. Szerettük azt is nagyon. Hú. És ezt Lex Luthor miatt, vagy a sorozat hangulata, vagy a munkatársakkal való viszony miatt, miért emlékezett ezt? Hát, ugye ezt is komplex kell nézni. Azért még az a világ volt, hogy ha beszélgettünk a rossz fordításokról, vagy a nem csak a fordítás, hogy ha az nem dramaturg munka, hanem csak egy fordítás. Ez még az a világ volt, hogy az elején egészen biztosan állítható, hogy nagyon jó volt a szöveg. Tehát a Zákányi Balázsék nagyon-nagyon hosszú ideig tartották azt a minőséget, hogy azért is volt viszonylag könnyű dolgozni vele, mert jó volt az alapanyag. Jó volt megírva. Eleve egy kicsit egy ilyen sejtelmes figurát szinkronizálni, az mindig nagyon hálás feladat, és ezáltal picit könnyű is egyébként. Most megfigyeled mondjuk a Lex Luthort, ugye a Michael Rosenbaum, jól mondom, hogy azért ő olyan játékban olyan nagy villantásokat nem csinált, tehát mindig az a belenézek, elmondom, nagyon szigorú vagyok, nagyon határozott vagyok, tehát nem volt olyan színes mondjuk, mint a Markovics Tomi figurája, pedig az egy manöken srác állítólag, vagy volt, vagy nem itt tudom én már. A Tom Welling? Igen. Az valamikor, aztán lehet, hogy most már ugye a filmszínészként működik abszolút, de ő egy helyes rác, hát most legyünk őszinték, pedig a lányokat szeretem, de ahogy emlékszem rá, abszolút, tehát nem hiába őt választották ki. Hát az egész, ugye válaszolva a kérdésedre megint elcsatangoltam, hát az egész dolog miatt, hát a klasszikus Supermannek ez a fajta feldolgozása,
ez a fajta újraértelmezése, ez nagyon sok embert szerintem lázba hozott és lázba hoz. De a végén ott is én már eltűntem sajnos. Hát egyre több sorozatról kiderül, hogy vagy meghaltam, vagy kiírtak belőle. Én úgy tudom, a végén már nem is volt. Tehát sokszor már csak ansnitben mutatták, és akkor már nem a Michael Rosenbaum játszotta. És jó színésznek tartod a Michael Rosenbaumot? Persze, hogy jó. És ezen gondolkodtam ugye, hogy pont a Smallville-ben, tehát ez volt a figurája, ott azért annyira úgy nem tudta, nem is kellett, tehát nagyon jól hozta azt a figurát. Sőt, én csináltam más filmben is egyébként őt, tehát nem csak a Smallville-ben, és ráadásul egyszer volt olyan is, hogy három főszereplő volt a filmben, Joshua Jackson, a Michael Rosenbaum, és a Milo Ventimiglia. Ez volt a vérfarkas. Hát azt most én nem tudom már, hogy mi volt. Na, az egy borzasztó és skizofrén állapot volt. Három olyan figura, ugye a Milo Ventimiglát nagyon sok-sok filmbe, de csak hogy az ismertebb sorozatokat emeljem ki, mondjuk a Szívek szállodája, kis kölyögójaként, vagy a nagyon sikeres, bár itthon annyira nem nyomták, a Hősök, imádtam Peter Petrellit is csinálni, a Faragó Józsiékkal. De és akkor olyan fura volt, hogy három olyan arc, akire én szoktam beszélni, akinek nézni kell a szemüket, és akkor ugye hát mind a hármat nem lehetett, és már nem is tudom, kicsit csináltam akkor abba, de a három, de vannak ilyen. Két szinkron készült hozzá, az egyikben a Rosenbaum voltál, a másikben a Joshua Jackson. Igen, nagyon felkészült vagy. Ezt nem tudtam, látod, hogy... De vicces volt, igen. És ha meglátod mondjuk a harmadikat a képen, nem kezded el automatikusan olvasni az ő szövegét is? Na nem, hát azért így nem. Tehát, hogy... Az nem, csak fura. Tehát, hogy... Ez olyan, mint a vámpír naplóba. Ugye akkor legelőször bementem, és akkor mondták, hogy Alarik. Hát nem mondom, én Na jó, hát... Mondjuk a vérfarkas kapcsán csak egy poénból megnéztem volna egy olyan változatot, amiben mind a háromnak te adod a hangját, és egymással beszélgettek. Ja. Az kemény feladat lett volna, mert a Joshua Jackson abszolút én vagyok, olyan szempontból, hogy jellegébe se kell alá vagy fölé játszanom. A Lex Luthor esetében, ott azért, hogyha nagyon megnézitek, ott egy, hát ilyen csúnya hülyeséget fogok mondani, sötétebb tónusba kellett picit, mert a figura ezt követelte. Meg olyan volt a játék, úgy mentem alá. Tehát például megnézel egy Smallville részt, és csak a hangot hallgatod, meg megnézel egy rejtély egyik részét, hiába én beszélek mind a két figurára, meg fogod hallani és látni, hogy játékban egészen más. De most a Milo Ventimiglia az kicsit megint, az meg a kettő között vannak. Az olyan tud szabis is lenni. Most volt egy mozifilm, látod, nemrég csináltuk. Joker. A Joker? A Nicodemus Rigonddal? Igen. Igen, a Joker volt. Joker. És mi, azt láttad, milyen lett? Jó lett? Nem láttam, csak a szereposztást ja. Tudom. Na, ott például egy kis szenyát alakított egy ilyen gangster. Azt is nemrég csináltuk. Hát nemrég, most ez a nemrég, nekem ez lehet, hogy három hónap, fél év, vagy összefolynak. De... Nemrég csináltam. Már január? Hát, na látod, így összefolynak a dolgok. Jók ezek a találkozások. Tehát amikor így felkészült a rendezés, tudja, hogy te csináltad. Sok-sok ilyen van az ember életében. És a Szívek szállodáját azt mennyire szeretted? Én bevallom férfiasan, hogy én nem nagyon nézek tévét. Tehát most ettől függetlenül most itt mondjuk ezeket a hát nyilvánvaló a család miatt sem, meg most a Hősök például megvan díszdobozba, azt tudom. És annak az első két évadát meg is néztük. Annak idején tetszett, és Jézuska hozta talán. Meg a Grace klinika is megvan. Tehát azért vannak ilyenek. Meg azért még jó pár dolog megvan. De így, hogy most leülni, és sorozatokat, filmeket nézni, hát egész nap ezeket nézem, vagy csinálom, annyira nem köt le. Szoktam azért. Figyelj, a Szívek szállodájának ott átjött már a hangulat a szinkron felvételek alatt. Ugye a László Zsoci, ugye a Bogdányi Titi, na segíts már a... Pápai Erika. A Pápai Erika, igen. Én például a saját figurámat, meg kell mondjam, én kicsit olyan, mint a Monk, hogy ha látod, itt most előjönnek, hogy nagyon sokat dicsértek a Szívek szállodájában is, meg a Monkba is. És én például egyiket se tartom jelentősnek.
Tehát a felvételek alatt se. Olyan, van egy figura, ott van, de én nem éreztem, meg érzem úgy, hogy hozzá tudtam volna annyira tenni. És ehhez képest a Szívek szállodáját a mai napig szokták emlegetni, valószínűleg sorozat miatt, de a Jesse figurámat is. Illetve a Monkkal vagyok még így, hogy hát az a Disör hadnagy, hát az egy kis bohókás. Ez egy közönség kedvenc karakter. Abszolút. Egyébként. Én amikor csináltuk a Monkot, hát a Háda Jani az Lubickolt ugye a főszereplő figurája a szerepébe. Én meg ott voltam a kis hülye Disör, aki egy-egy mondatot mond, és akkor úgy ilyen kis bimbi, ilyen kis... És akkor ehhez képest a mai napig, hogy a Monka kedvenc, mert nem tudom. Vannak ilyen érdekes dolgok. Hogy akkor nem érzed annak, aztán utána meg kiderül, hogy mégis az. Meg a Szívek szállodájában is egy jó karaktert kaptál a Jazz személyében. Ugye ő volt a bajkeverő. Igen. Jó kis hangulatos sorozat volt az is, igen. Látod, milyen érdekes, így jönnek elő, igen, a Monkot is. Csinálni nagyon jó volt egyébként, hiába én nem éreztem a Disört olyan ketrengető feladatnak vagy szerepkörnek. De magas táv az is nagyon. A Dobai Brigékkel és a Mauchner Jóskáékkal, ő is egy nagy mogul, Józsi bácsi. Igen. És a hősök megragadott? Szerettem nagyon a hősöket csinálni. Igen. Az első évad nagyon jó volt, még a második is, de az első volt a harmadikat, meg megmondom őszintén, bár megcsináltuk, hogy egyben nem láttam, mert csak azokat a részeket, arra így most nincs véleményem, hogy milyen, hogy most mennyire volt ütős. A Rejtén olvastam még, mert azt a sorozatot nem néztem. Tessék pótolni, mert jó. Utána olvastam, érdekesnek tűnt a története, elsőre egy kicsit bonyolultnak és kuszának látom. Igen, hogyha nem vagy benne, akkor bonyolult és kusza. És ott írták, hogy az is ellaposodott a harmadik évad környékén. Hát nem, elfogult vagyok vele. Ugye a kérdés az, mi nem laposodik el, persze, hogy lehet ez életben tartani. Én szerettem. Azt mondom, annak 5 évada volt, igen. Tehát ott lett vége. Téged mi fogott meg? Ez a Skiffy, Skyfy része? Maga ez a része, ez tetszik. Nagyon jó karakterek voltak, tehát a Végpetinek a karaktere, ugye a Bishop, Az egy zseniálisan kitalált, kicsit zavarodott elme, ahogy megoldja a problémákat. Hát illetve nyilvánvaló, hogy a Gerdával mindig jó dolgozni, a Pikali Gerdával. És én meg a Joshua Jackson, mivel vele nőttem fel, és már 90, mit tudom, 5-6-7-8-ban is már őt csináltam a többek között a Dawson és a Haverokban mondjuk, ugye az volt az első nagy ilyen sikersorozata. Ő meg mindig jó őt csinálni. Olyan, mint a magamat látnám sokszor. Tehát annyira. De más karaktert is hozott, mint a Dawsonban. Hát inkább úgy fogalmaznám meg, hogy a Dawsonban azért abszolút úgymond nem azt, hogy önmagukat adták, de a kis fiatalok, akik pontosan felnőnek, és ilyen tipizált karakterek voltak. Természetesen, hogy más figurát hoz, mert akkor tini volt, egy tinédzser, aki fiatal felnőtté válik, ugye a Rejtélybe pedig, hát egy 30-as évei taposó ügynök, egy jó gondolkodású eszes rác. Melyik szerep áll közelebb hozzád, Pészi vagy a Rejtélyes? Hát mivel vele kronológia szempontjából haladtam sok esetben, ezért nyilvánvaló, hogy mindig a legutóbbi, mert azzal a legkönnyebb azonosulni. Hát ma jó Isten tudja, hogy amikor Dawson csináltuk, hát abból is nem tudom hány rész volt, rengeteg, hogy akkor azt jó volt csinálni, de hát most ugye vicces lenne, most kéne például újra megcsinálni 40 évesen a 20 éves Pészit. Valahogy a Rejtélybe ott már beérett. Tetszik a játék egyébként, olyan kis laza, elegáns, visszafogott, van egy kis huncutság mindig a tekintetébe, olyan szerintem jól hozza a figurákat nagyon. Egy elég esendő karakter volt a tiéd. Én nem így érzem. A PC? Igen. Ne,
Nem, nekem pont azt megvalósította, vagy a filmkészítők, hogy amennyire egy kis kamasz tud esendő is lenni, de volt egy olyan korszak, amikor komoly öltönyös, és már majdnem felnőtt, és... Igen, az egyetemi része. Így van, tehát hogy azért az a fajta átváltozás, ami jó esetben elkíséri mindannyiunk életét, az jelen volt, szerintem. Tehát én nem éreztem esendőnek. Ott is borzasztó volt, hogy meghalt az egyik főszereplő hölgy a végén. Akkor meg is irattuk egyébként, olyan rossz, amikor valamit csinálsz hosszú-hosszú éveken keresztül, az rossz volt, hogy vége lett, meg hogy így lett vége. Hát sajnos drámai vége lett. Okay. Nem is illet a sorozathoz szerintem. Hát valahogy le kellett zárni. Még egy animációs szerepet valamit felírtam. Igen. Az én kicsi pónim. Hát ugye maga a pónis korszakot én nem úsztam meg, már csak azért sem, mert a két lányom, ugye póni, tehát igen, megfertőződtek ők is, akkor picik voltak, akkor pár pónink nekünk is volt, meg van is szerintem. Hát ott megint egy olyan szempontból maga az én kicsi pónim elnézést a rajongóktól, aki szereti, én nem szeretem. Tehát azokat a figurákat, nekem too much, túl sok, olyan... De az Spike, a kicsi sárkány, azt hiszem, ugye? Igen, az úgy, igen, azt például élveztem, mert ott is valami ilyen hangon lehetett beszélni. Kitaláltunk valamit, és Spike megváltja a világot. Tehát ilyen szempontból élveztem, mert lehetett bohóckodni, meg ilyenkor sokkal gyorsabban pörög a munka is. De maga az egész My Little Pony, hát, hogy is mondjam, szóval voltak benne nekem idegesítő részek, de nem is én vagyok a célközönség. Hanem a nagyon kicsit gondolom. Persze, persze. A legtöbb nézői kérdés az animék kapcsán érkezett hozzád. Igen. Dolgoztál nyugati rajzfilmeken, és ugye dolgoztál távol-keleti rajzfilmeken is. Hogy színészként a munka során látsz-e kulturális különbségeket? Hát abszolút, persze. És eszembe jut a Kukucska, ami nem a klasszikus anime volt, de mégiscsak egy időben az Animax csatornán ment, aminek én voltam a hangja egyébként, amíg létezett, csak sajnos megszüntették, nagyon jó csapat volt, az AXN-es csapat, vagy most már AXM, mert ugye nem bírják kimondani, hogy AXM, valahogy hallottam ilyet is. Hát a Kukucska az például, nem tudom, megvan a Kukucska? Ez egy Japánban, ez egy ottani ilyen chipses doboznak a kabala figurája volt, és annyira szerették a csíptékot, vagy nem tudom a pontos sztorit, de hogy az alapján készült ez a sorozat. Volt egy jó figura, hát az őrület a köbön volt, szóval az egy agymosás volt nekem. Ezt megelőzően nem is álltak közel hozzám az animék, bocsánat a csapongásért, de így beugranak ilyenek, hogy 90-es évek végén a Dragon Ball-t csináltuk, és akkor sokkoló volt, hogy már akkor például meg volt rajzolva, hogy a figurám túrja az orrát, majd elpöcköli. Eléggé laza, meg elfogadó ember vagyok, de gyerekek, hát miért kell ilyet lerajzolni, vagy mi ez? Már a kulturális ugye, különbsége. De aztán, mivel megbecsülöm a dolgokat, mivel a Animaxnek voltam a Station Voice-a, csúnya szóval a hangja, és ugye az töményen ilyen, pláne kezdetben nagyon okosan, végén már nem sajnos animéket adott, ezáltal, mivel a munkáimnak meghatározó része lett 6 éven keresztül, annyi ideig csináltam a TV2 napolját is egyébként. Én voltam a szegény Lázár Sanyi elhunyt, és utána engem castingoltak ki, engem választottak ki. Summa-summárom, ezáltal az animék azért közel kerültek hozzám, és soha nem felejtem el, és akkor most találkozik a gondolatom a Kukucskával, hogy akkor csináltuk a Kukucskát, annyi agyrém volt benne, meg tudsz nézni részeket majd belőle, hogy mindig mondtam a feleségemnek, hogy hiába 5 részt fölvettünk, ez úgy leszívott engem, hogy mint hogyha háromszor annyit dolgoztam volna egy hagyományos, akár rajzfilmben, akár nyugat-európai, ugye így mondta, vagy nyugat, hát nem csak nyugati rajzfilmben, és ehhez képest, soha nem felejtem el, ez 8-kor kezdődött ez az Animax, és mi pont akkor fürdettük meg a gyerkőcöket, és mindig ezzel indult az Animax. És akkor valamivel hajszárítás, nem tudom, ott ragadtunk. És kérlek szépen, ha hiszed, ha nem rákaptunk. És amit akkor azért dömping volt, tehát azért nagyon gyorsan kellett dolgozni, ami nem jó megint,
amit akkor nem fogtam fel, meg tömény volt, egy-egy rész kimondottan élvezetes volt, és egymást is néztünk a feleségemmel, hogy hát ez nem is rossz. És nem csak az idő szépíti meg, egészen más leülve mondjuk megnézni egy ilyen 25 perces részt, vagy amikor töményen 5, 6, 8, 9, 10 részt vesztek föl. Hát a klasszikus nyugati rajzfilmekről, olyan fura ez a nyugati rajzfilm, nem is hallottam én még így, hogy nyugati, pedig hát létezik ilyen. Hát ott pedig ugye, akkor mindig beugrik, megint csapongok, a gyerekkoromban, amikor hozzájutottunk egy Spider-Man, tehát Pókember képregényhez, egy Hulk, mi akkor Hulknak mondtuk, maglódom, ez 80-as évek eleje, közepe, angol nyelvű, ugye, vagy francia volt, az a buborékokban, ahogy beszéltek, hát ez egy ejakuláció prékox, ahogy szokták mondani. És ugye ezek aztán a nyugati rajzfilmek, hogy a kérdező tette föl, ezek iszonytató mennyiség ugye bejöttek. Volt alapont a képregények miatt, hogy akkora, tehát én már, most nem azért, mert én, de én akkor láttam a Spider-Man-t, amikor még azt se tudták, mi az, képregény formájában. De hát ott azon, ezeken a rajzfilmeken, hogyha egyre gondolunk, akkor nagyon érződik ez az amerikai stílus. Mint technikailag, hát mind pedig, ahogy mint hogyha egy rendes amerikai tévéfilmet vagy sorozatot látnál. És a Kukucskában mi volt az, ami a szinkron munka során lefárasztott? Hát annyi sok hülyeség volt benne, hogy a fejéből kinő egy fa, tehát ilyen most eszembe jut. Tehát én nem tudom, tehát hogy akkor azt gondoltam, hogy ezek narkósok csinálták, tehát miközben a tucat tolták. Na, megint a kulturális különbségek. Ugye olyan erőszakos figurák, meg olyan, nem is erőszakos, nem jó szó, olyan elrugaszkodott, kicsit ilyen, mit tudom én, agresszív madarak megrajzolva, japán módra, ott is megvolt az őrmester, megvolt a pesugó, megvoltak itt a talpnyalók, megvoltak a jófiúk, tehát olyan eltúlozva, még ugye, hogy úgy mondjam, nyugati rajzfilmekben, mit tudom én, a Batman, a igazságosztó, meg a Superman, a maszk ellenére mondjuk, de emberi forma, itt pedig önmagában, hogy egy kacsa mondjuk a rendőrfőnök, vagy a nem tudom mi. Tehát olyan, nagyon, nekem nagyon sokkoló volt. Lehet szimbolizáltak valamit. Biztos, hát a japánokra ugye ez jellemző. A japánoknál mai napig működik például a képregény kultusz, nagyon szeretik a képregényeket. Ez így van. És sok rajzfilm sorozat abból készül. Így van. Imádják ezeket a rajzfilmeket, és igen. Említetted, hogy az Animax TV csatorna hangja voltál. Igen. Igen, lesz valakiből Station Voice. Station Voice. Hogyan kezdődött a munka, illetve hogyan... Tök egyszerű. Hát nyilvánvaló az ember benne van ebbe a körbe, amikor ez az AXN csoporthoz tartozott, és tudták, hogy indulni fog ez a csatorna. És akkor a csatorna felelős, illetve felett az igazgató, keresnek hangokat, embereket, és behívtak, én most nem tudom mennyi, 5-10-15 embert, lehet, hogy ez a szám ez nem releváns, de több embert szoktak ilyenkor meghallgatni, csinálsz egy ilyen próba verziót, többféleképpen felmondjuk a dolgokat, és az akkori csapat úgy döntött, hogy akkor engem választanak. Gondolom, hát nyilvánvaló ilyenek vannak mögötte, hogy a csatorna stílusához, de ez szubjektív dolog, kinek a hangfekvése, kinek a játéka illik legjobban. Nagyon-nagyon szerettem csinálni. Egy teljesen más műfaj a stúdió munkák körében is, de nagyon izgalmas és nagyon jó. És nem olyan könnyű csinálni, mint ahogy az ember gondolná, hogy ez következik, meg az következik. Egészen más habitus meg játékot igényel. Hát gondolom nem mindegy, hogy mit hangsúlyoz valaki. Nem csak ez, mert ez sehol nem mindegy, hanem kicsit beszéltünk ugye a szinkronnál, hogy nem csak a száját, a szemét is figyeled. Amikor csinálnak egy ilyen blokkot, egy ilyen ajánlót, azért annak a hangulata egyből megadja, hogy te milyen tónusba. Én azért, ahogy emlékszem, Animaxre, az a nagyon animés történet, azért adta azt a svungot, ahogy mondani kell. Hogy legyen benne az a lendület, legyen benne az a fiatalos hév, és legyen az a varázslat benne picit, ahogy itt a csillagokat lehullottak, vagy nem tudom már mi volt így a...
Úgyhogy kevesen csinálják azt is jól, azt a műfajt egyébként. És azóta erre már nem volt alkalmad. Hát megszűnt a Anyhex. Egy másik csatornán. Hát most van egy ilyen, Travel Channel-nek szoktam azért, de ez nem ilyen szerződéses történet, hanem ott többen vagyunk hangok, tehát hogy az ajánlókra. És akkor te ezeknél az Animex-es tévészpotoknál ismerkedtél meg az animékkel? Gyakorlatilag igen. Igen. Mielőtt ezt a műfajt nem nagyon ismertem, hogy részesítettem előnybe. Voltál komolyabb darabokban is, mint a Lovely Complex, meg a Nana, ezekre mennyire emlékszel? Hát ezeket ugye a többségét azért már akkor csináltuk, amikor az Animex futott, én úgy tudom. Előtte is voltak animék, de és ezáltal az Animex miatt én ezekhez máshogy álltam már hozzá, mivel a saját kölykeim, úgy gondoltam. Mert ugye hát ezek a promó dolgok, ezek úgy működnek, hogy hetente kellett menni. Tehát általában elején többször, de a hét elején megcsináltuk az egész adagot, ami arra kell általában. És ezáltal ezek úgy csapódnak le, hogy még nagyobb szeretettel fordultam ezekhez a munkákhoz. Még akkor is, hogyha műfaj valamikor nem volt annyira szívemhez közel álló. Melyik műfajt nem szereted? Ezeket a harcolós jellegű? Hát aztán igen. Az biztos, hogy távol áll tőlem. Tehát, hogy... Érkezett olyan nézői kérdés is, hogy volt olyan karakter, akivel tudtál azonosulni? Hát az animé kapcsán azt kell, hogy mondjam neked, ami nem a klasszikus anime, de az előbb említett Kukucska, ahol aztán ott is megértettem, hogy nagyon sok képletesét átvitt értelemben megrajzolt dolog van, amiből le lehet szűrni tanulságokat, meg lehet okulni belőle. A Sailor Moonra nem tudom, mennyire emlékszel, ez is a 90-es évek végén volt. Mi a címe? Mondd még egyszer. Sailor Moon. Varázslatos álmok. A varázslatos iskolabusz, az megvan. Azt szerettem. Így nincsenek ezek. Ez a Holtündéres nincs. A Holtündér, az most így mondod, az úgy valami rémlik. És ha mondom a karakter nevét, hogy te voltál Jedi. Hogyne, persze. Úgy igen. Azt szerettem, az is egy gonosz volt, egy ilyen kicsi Lex Luthorna. Így lehet. Előttem van, igen, Jedi, hogyne. És utána vissza is tértél, Zoicit. Valami volt, igen. És neki a magyar szinkron szerint egy testvére volt, a Kunzit. Viszont az eredeti Japánban ugyan a szeretője volt. Igen, valamit hallottam. És hogy ezt a homoszexualitást úgy cenzúrázták, hogy a testvérének nevezte őt a szinkronban. Valamit olvastam erről annak idején, de mély nyomat nem hagyott bennem, tehát... És a sorozatra így mennyire emlékszel? Nem igazán már. A Jedi-ra emlékszem egyébként, mert az egy megint egy olyan... Azért volt jó csinálni, mert gonosz, mert olyan... Ezeket a kicsit szélsőségesebb karaktereket sokkal könnyebb és... Vagy nem is könnyebb, nem jó szó ez, hanem sokkal nagyobb zicsert csinálni, tudod? Ott például megvannak a harcok is, tudod? Az is előttem van. Tehát nem igaz, hogy azért mindig elzárkozok ezektől, de önmagában nekem a műfaj, mint olyan, annyira nem férkőzött bele a szívembe. És a Dragon Ball kapcsán akkor csak ez a rajzolás maradt meg benne? Igen. De tudom, nagy sikerrel ment az RTL-en, azt hiszem. Igen. De nem voltam Dragon Ball néző, tehát... És azt mondom, hogy te voltál a Jái nevű szereplő. Az megvan, aki... Kövér. Igen. Ő túrta az orrát. Igen. Igen. Ezek így megvannak. Mondjuk nem volt egy nagy szerep. Nem. De megvan, tehát tudom, hogy ezt még az Echo szinkronba vettük. Ezek abszolút megvannak. Tehát így előjönnek. Csak hát figyelj, mint ahogy a kőműves sem emlékszik minden vakolt falra. így nálunk is azért a hosszú-hosszú évek alatt azért így... Így előjönnek, de sok minden elfelejtődik. Meg volt még a 90-es évek végén a Góha Király című. Ha foci, ja persze. Na azt például élveztem, látod, ugye? Bár az is, hogyha jól emlékszem, ez a robotos volt, amikor a robotokkal fociznak együtt? Nem. Mert volt egy olyan verziója ennek a Góha Királynak, ez most lehet, hogy semmi köze nincs a kettőnek egymáshoz, amikor nem ez a sima foci, hanem van egy csapat, de már a robotvilágban játszódik, és a robotok ellen kell. Talán a Galactic Football? Igen.
De a kettőnek nincs köze egymáshoz? Akkor bocsánat. Mert abban is fociztunk, meg ebbe is. Aha. Hát a gólkirályban ugye a világbajnokságra akartak kijutni. Aha. A VB-re. Igen. Ja, igen. Hát az jó, mert a foci ugye mindig közel áll az emberekhez. Meg volt még egy a Bujbuj szellem. Horrorisztikus. Az is rémlik. De imádtam a Sikolyt is csinálni, ha most horrorisztikus. Azért vannak ilyen állomások, de az is olyan régen volt már. Imádtam a Safety Progimit, ha már a 90-es évekről beszélünk. Szóval sok-sok hosszú-hosszú. Mondjuk a Sikoly is rajta van a listán. Szerettem ezt is. A thriller és a horror műfaj, ez mennyire áll közel hozzá? Csipem. Pont volt most a Miló Ventimiglával egy... Látod, nem tudom a címét. Egy thriller. A Boncasztal? Nem. Nemrég volt. Egy írót játszik, akinek meghalt a gyermeke. Belefulladt a tóba. És együtt él a feleségével, nagyon híres író, és este egy hölgy kopogtat. És hogy segítsenek, mert a kocsia lerobbant, és ilyen maszkos emberek mászkálnak, ilyen gázzál arcba. Nincs meg a? Nem tudom, mi volt a címe. Na mindegy, majd azt is szerettem nagyon csinálni. A sorozatgyilkos nem minden nap osztanak rád, és a Sikoly az teljesen szembe ment a Sikoly szereposztása ezzel a... ami a szinkronban van ezekkel a skatúja szerepekkel. De az megint egy zicser volt, ugye? És a vége az hatalmas. Igen. Amikor, tehát én ott úgy érzem, mintha ti élvezitek azt, hogy játszottok a nézőkkel, hogy most lehull a lepel. Hát ugye a gerinc az adott, mert ugye a film az megvan, mi a magyarosítást végezzük, de ott is lehet lubickolni. Tehát az említett Sikolyba is, akkor a végén a tévé ugye, most már elég régi film, tehát le lehet lőni, amikor megmurdál, és a ugye jól emlékszem, hogy a tévébe agyon rázza az áram. Olyan elég. Úgy hallasz, hiszem meg ez a figurám, aki a pszichopata. Én a nagy leleplezésre emlékszem, akkor kiderült, hogy az egyik sorozatgyilkos. Ja, aha. Jó, de jól volt megcsinálva, igen, az is nagyon. Annak is volt több része, ugye sajnos, mivel én meghaltam ott az elsőben, én továbbiakban nem vehettem részt, de alapjában véve szeretem azt is. A Kobra 11 kapcsán volt nézői kérdés, hogy hogyan fogadtad, amikor téged kértek fel Lipoly László helyett? No hát, ezt is elmondtam sok helyen már. Bármilyen szerepet, ha átveszel, nem tudsz jól kijönni belőle. Még akkor se, hogyha lásd szegény Szakácsi Sándor, ugye Dr. House. Itt ugye nem erről volt szó, hanem a Lipoly Laci csinálta hosszú éveken keresztül. Én most nem mennék bele, hogy mi miatt, hogy miatt, egy döntés született, hogy így ebben a formában nem csinálják közösen. Azt is el kell, hogy mondjam, én előtte egyrészt nem láttam a Kobra 11-ből, de azt tudtam, hogy egy sikersorozat. Tehát tudtam, hogy létezik, és tudtam, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy amikor volt ez a felkérés, hogy én átvenném-e, akkor én fiatalnak éreztem magam ehhez a szerepkörhöz. Aztán mit ad Isten? Ugye hát azt is már nagyon-nagyon régóta csinálom. Én nem is tudom, már az is 8 éve, nem tudom, már összefolynak az éve. Viszont hozzáöregettem, hogyha ilyet mondhatok, illetve nagy ritkán, hogyha ilyen szörfölgetés közben elkapok egy régi részt, amit a Lipi csinált, elnézést, akkor nekem ma az a fura. Tehát teljesen jogos volt nyilvánvaló elején a nézőknek a felháborodása, nem jó szó ez, hogy zokon vették, de hát aztán, ahogy szoktam mondani, minden csoda 3 napig tart, tehát 3 nap után. És egymás között emiatt nem volt harag? De, hogy mai napig húzzuk egymást, akkor látom a Lipit, hogy mondom, itt az öreg Szemír, itt meg a fiatal Szemír. Nem, hát ez az ő döntésük volt. Ha nem én, akkor meg valaki más csinálta volna meg, de hála Isten, a Kovács Zsolték engem kértek fel. De szeretem azt is csinálni, látod. De hát ott is ugye az van, hogy veszünk egy évadot, és utána lehet, hogy mit, egy évig abszolút nem veszünk abból. Tehát, hogy mire már hozzád nőne, hozzád kötődne,
meg megszeretnéd, meg már akkor pont megcsináltuk a szinkron részét. Mikor kiválasztott az amerikai látnok volt, amiről amit úgy tudom, hogy nagyon szerettetek. Amerikai látnok? Nincs meg. Egy srác, aki minden nap megkapta egy macskától a másnapi újságot. Jaj, dehogy nem. Ja, hát így megvan. Ja, hogy ne. Nagyon szerettem azt is. Azt a Csík Csabi volt a főszereplő. Igen. És a Német Borbála volt a nő. Igen, női az nagyon jó sorozatú. Nagyon. Nagyon jó volt. Mi volt a címe, bocsánat? Kiválasztott amerikai látnok. Amerikai. Aha. Nagyon emberi volt. Na igen. Azt hiszem, az is készült több verzióval, én úgy tudom. Előtte Fekete Ernő csinálta. Ugye? Valami. Jó rémlik. Igen. És akkor még egyet mondanék, a Ken Jeong, ha jól ejtem a nevét, Égető szerelemben csináltad, ma filmben, és az azért volt érdekes, mert egy női karaktert játszott, tehát ő volt a balerina, egy ilyen ja. nagy újszerű valóság. Ha igen. De ilyeneket honnan tudsz? Tényleg? Hát ez is figyelj, ez megint egy zicser, na. Hát tényleg. Játszottuk a Kakukktojást, még a Karinti Színházban, ott voltak a Lady Dömbék, meg transzvesztiták, meg sok embert ismerek közülük. Hát ez megint zicser, tehát most férfiként nőt játszani, érted? Köszönöm a nézőknek, akik így megnézték ezt a riportot, bár nem tudom, hogy mennyire lesz hosszú, mert itt élőben eléggé hosszan beszélgettünk. A szakszervezet kapcsán pedig nagyon komoly lépéseket tettünk, megteszünk, hogy egy minőségbiztosítási rendszert felépítve mind a munkafeltételek, munkakörülmények helyzetén javításán dolgozzunk, illetve a jogdíjak kérdését is tisztába tegyük végre, és ez garanciát fog adni, jelenteni, ha nem is holnap, de egy belátható időn belül a szakma az újra vissza fogja kapni a méltó megbecsülését. És ezen dolgozunk, és ebben nagyon bízom. Köszönöm szépen. Én köszönöm.